borbemutatóval és kulináris sóval egybekötött magyar napokat szervezett a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara a dél-ukrajnai Odesszában. Kotta György ügyvezetőt kérdezem arról, hogy mi a rendezvény célja. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy megpróbáljunk kapcsolatot, valamiféle hidat kiépíteni a magyar és az ukrán vállalkozások tekintetében, és magyar és az ukrán vállalkozások között, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben azért tapasztalható volt némi visszaesés, nem utolsó sorban a politikai helyzetnek is köszönhetően. Azonban hosszú évek óta a magyar-ukrán kereskedelmi és áruforgalom ismét elérte a 4 milliárd dollárt, ami egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy mekkora komoly visszaesés volt tapasztalható. Ennek következtében megpróbáljuk kihasználni a lehetőségeket annak érdekében, hogy Ukrajna különböző részein tudjunk kapcsolatot szerezni és kapcsolatot építeni a magyar és ukrán vállalkozások között. Odessa ilyen szempontból egy kiemelt régió lehet, hiszen egy nagyon komoly gazdasági háttérrel rendelkező dél-ukrajnai városról beszélünk. Kikötővel, logisztikai infrastruktúrával, rengeteg itt bejegyzett vállalkozással, akik a gazdaság legkülönbözőbb területein működnek. És mivel egy nagyon tarka, etnikailag is tarka, gazdaságilag is tarka városról van szó, úgy gondoltuk, hogy a magyar gasztronómia, illetve a magyar bor az egy rendkívül jó megoldás lehet arra, hogy ezt a kapcsolatot erősíteni tudjuk, és ezt a hidat tovább tudjuk építeni. Kamara ugye több éve azzal foglalkozik, gyakorlatilag hát létrehozása óta ez is volt a célja, hogy ezeket a kapcsolatokat elősegítse. Leginkább természetesen ipari és kereskedelmi területeken dolgoztunk, az utóbbi időben azonban rájöttünk arra, és nyilván erre a vállalkozások is bátorítottak minket, hogy próbáljunk meg ezen a területen többet mozogni, és valóban a korábbi tapasztalatokból kiindulva, hiszen két évvel ezelőtt itt egy nagyon komoly Paprika Fest nevű rendezvényt csináltunk Odesszában, aminek nagyon jó volt a sajtója. Több mint 20 ezer látogató érkezett rá, akik megkóstolhatták a magyar konyha remekeit, megkóstolhatták a magyar borokat, a magyar pálinkákat. Ezért úgy gondoltuk, hogy ennek ismét itt az ideje. Mennyire fogadták örömmel az odesszaiak? Az odesszaiak nagyon nagy örömmel fogadták egyrészt, másrészt pedig ők is, hát ha nem is mondhatom azt, hogy késztettek minket arra, de bátorítottak minket arra, hogy ezt a rendezvényt megcsináljuk, hiszen a korábbi tapasztalatok alapján erre van fogadókészség. Hogy néz ki egy ilyen rendezvény? Egy ilyen rendezvény elsődlegesen úgy néz ki, hogy érkezik egy magyar csapat, tehát nyilván képviseltük a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamarát, felhívtuk a figyelmét azoknak a magyar cégeknek, akik érdekeltek lehetnek az adott területen arra, hogy lehetőség nyílik egy ilyen kapcsolatépítésen való részvételre. Ezt követően nyilván kiutaztunk Odesszába, az odesszai képviselőnk Gorozsanki Vladimir úr, aki a Budapest étterem tulajdonosa, ami a régió egyetlen magyar étterme, hozzá kell, hogy tegyük, szervezett erre az alkalomra egy csodálatos vacsorát, ahol magyar ételeket, magyar borokat mutatott be a közönségnek, tehát népszerűsíteni tudtuk a magyar kultúrát is, mivel a meghívott hegedűművész az magyar zeneszámokat játszott, vagy magyar vonatkozású zeneszámokat játszott. Ennek kapcsán egy kis vetélkedőt is szerveztek a résztvevők között, ahol föl kellett ismerni egy-egy magyar zeneművet. Nyilván ez egy borkóstolással egybekötött, nagyon kellemes hangulatú rendezvény volt, ahol korábbi magasrangú diplomaták, a helyi diplomáciai testületek vezetői is részt tudtak venni, támogatták a rendezvényt. Nagyon jó volt ez az étel bemutató és az a show, amit Gerb Tatyana és Andrei Dromov mesterszakácsok rendeztek az étteremben. Kiváló a lehetőség arra, hogy megismerik az emberek a magyar konyhát. Érkezett Magyarországról borkereskedő is, tehát akik többféle magyar bort is megpróbáltak behozni, illetve megpróbálnak behozni az ukrán piacra, tekintettel arra, hogy a városban eltöltött napok alatt rá kellett döbbennünk arra, hogy egyetlen egy olyan borbolt nincs, ahol komolyabban lehetne vásárolni magyar bort. Kotta Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést. Az odesszai magyar napok célja tehát az, hogy az ukránok jobban megismerjék Magyarországot, és a magyar befektetők pedig kiussanak az ukrán piacra.